Ez lehet, hogy nem is tud kamerázni. Van olyan, van olyan. Ki mondta? Ez fényképezőgépet. Ez olyan tekölcsön, hogy megnézték, tud Full HD-ban. Fényképezni. Ha most oda megyek és rögtön megtalálom, mit adsz, őszintén. Nem, egyébként te megvan. Látod? Tudj, eddig is csak megvártam, még oda mész. Sziasztok kalandorok! Itt vagyunk, elkezdjük a káosz szerepjáték játékunkat. Itt vannak a játékosaink, akik Patreonon támogatnak minket, ők már hallhatták a Tomondó játékot, úgyhogy már hallhatták Greget. Sziasztok! Hallhatták Gábort. Hallhatták Koburát. Üdvözlök! Vagy csak Kobot. Viszont Gyurival még ők sem találkoztak. Hello! Ő a Game Manog. Igen, a tegnapi napon kiment a szabálymagyarázó, nagyjából egy kis világbemutató is, illetve a karaktereket is láthattátok a tegnapi napon, úgyhogy most a játékra fogjuk a hangsúlyt fektetni. Annyit én előjáróban szeretnék elmondani a káoszról, hogy majdnem minden szerepjátékot, majdnem minden stílusban lehet játszani, csak valamelyik stílusban könnyebb, valamelyikben nehezebb. Ez a káosz szerepjáték alapvetően egy olyan fantasy világ, ami egy tündérmese, és egy, nem tudom, egyszerre parodizálja ki a fantasyt és veszi komolyan a fantasyt, úgyhogy ezt nehéz nagyon komolyan venni. Főleg, hogy ilyen fajok vannak benne, mint a gengmanó. De most miért? Kleptománok. De most nem is. Van ugye egy kétfejű ogárunk, ami szintén nem a Call of Cthulhu-féle komolyságot fogja itt hozni a részünkre. Úgyhogy lesznek itt dolgok. A történetről... Meg a Lizard Raiden. Lizard Raiden. Egy csöves Lizard Raiden. Te is csöves vagy. Pacsi. Igen, a történetről amennyit tudni kell. A csapat egy problémátlanok nevezetű céhnek a tagjai. Ezt a céhet ezt különböző problémák megoldására hívják. Ők nem kalandozó cég, ők nem egy olyan zsoldos cég, mint amit minden sarkon látni, hanem ők kicsit belemennek a morális szürke zónába is. Tehát olyan küldetéseket is elvállalnak, amelyeket a nagyobb, ismertebb céhek a jó hírnév miatt inkább nem. Ezáltal itt előfordulhatnak furcsább, komolyabb, kicsit ocsmányabb dolgok is. Náluk is van egy határ, de itt azért egy kicsit lazában veszik. A játékosaink, mind a három karakter, ennek a cégnek a tagjai. A tanulójátékban, tesztjátékban igazából azt követtük nyomon, ahogy a kétfejű ogárunk és a gyíkemberünk a cég főhadiszállásától eljut abba a városba, ahol a küldetésüket fogják megkapni. Mondtam nektek a város nevét? Hogy hol mentek? Jó, rendben. A nagy úr nevét mondtad, akit keresünk. Igen, Mogrén báró nevét már mondtam. A település az pedig... Legyen aranyvölgy, mert úgyis gazdagok itt az emberek. Azt tudjuk, hogy itt jó élet van, meg jó lét. Elfelejtettem, hogy kéne név a város. A név határozó mellé térkény. Tátott szájjal. Tátott szájjal. Meg se kérdeztük volna, hogyha nem vetett fel. Senkinek nem tudt volna fel, igen. Reméltem, hogy mondtam egy nevet és emlékeztettek rá. Jó, rendben. Aranyvölgyet megvettem. Szóval aranyböldbe jöttek. Kooperatív mesélés van a káoszban, gyerekek. A káoszban káoszban. Szóval a karakterek annyit tudnak a küldetésről, hogy majd Mogrén báró a részletekről tájékoztatja őket, és egy elveszett, elkoborolt druidát kell majd megkeresniük. Ebben a csapatnak segítségre lesz egy gamemadó, aki szintén a cégnek az egyik tagja, ő viszont csak itt a városba fog érkezni. A Bársony Kalapács és Slam Poetry már dolgoztak együtt két küldetésen, valamennyire ismerik egymást. A Game Manóval először találkoznak. Tudják, hogy melyik fogadóban, a fogadó a döglött macskáhozban kell találkozniuk vele, úgyhogy egyik nap majd szépen betámoljuk oda a Game Manó. A karaktereink megérkeztek a faluba egy kisebb kereskedő karavánnal, akikről kiderült, hogy
Az egyik kereskedő az valószínűleg valami nagyobb hatalmú mágus. Nem tudják, hogy pontosan milyen mágiákat varázsolt azokra a szekerekre, amin utaztak, de megérkeztek a faluba. Három utassal, vagy három kísérővel, most már négyel, igaz, találkoztak az erdőben három emberrel, és a terhes hölgyének segített a gyíklény időközben megszülni. A mai kaland szempontjából igazából ezek mondjuk azt, hogy nagyjából lényegtelenek is, attól függ, hogy a játékosok milyen irányba fognak nyomozni, illetve mennyire szeretnének ezzel foglalkozni. Ezt igazából nektek mondom, hogy a mai eseményekre igazából nincsen közvetlen behatása az, ami történt. Nem maradt le senki, vagy nem maradt le semmiről az, aki nem látta a tanulójátékot. Ha viszont érdekel a két órás játékunk hanganyaga, akkor Patreonon mindenki megnézheti, aki 5 dolláros támogató. És az én csodás poénjaim! Ja, volt egy pár. Meg az én szexi hangom. Meg a dobásaid. Azok még szexibb. Erre melyik ma is így dom? Hát most 86-an állsz, szóval... Majdnem mondtam is valamit. Szóval, aki szeretné élvezni ezt az egészet nélkülem, annak is érdemes, mert azon nem vagyok rajta. Jó, rendben. Hát megérkeztek a faluba. Nem kapkodtátok el az érkezést. A délután folyamán érkeztek meg. És így abban maradtunk, ha jól emlékszem, hogy bementek a fogadóba, pihentek egyet, mert hát mégiscsak egy hete úton vagytok gyakorlatilag. Én szerintem nagyon fel vagyok spanolva. Teljesen új város, van itt egy földes úr is, meg minden. Lehet, hogy vannak bárdok, lehet, hogy megveszi az egyik talomat, ilyesmi. Szóval én nagyon sietős vagyok a... Akkor nagyon sietősek vagyunk. Te nagyon mennél már. Én sietős vagyok, te meg jössz utánam. Bonszolnak vele. Ne, amúgy igazán, de most nem is lelkes, tehát hogy neki ez egy tök jó ilyen tanulmányi kirándulás, csak a varázslatos iskola busz hiányzik, tehát én abszolút a fánban, meg örül neki, hogy a tesó az ilyen lelkes, meg feldobott állapotban van, nem szokott mindig ilyen jókedélyű lenni. Vajon van gyógyító a faluban? Kisváros? Igen, kisváros, igazából mondhatjuk azt, hogy egy független falu, de Mogrén bárónak azért mégiscsak itt van a kastélya, itt van a birtoka, azért neki elég nagy beleszólása van a városka, a falu életébe. Ahogy beszéltük, nagyjából jólét van itt Aranyvölgyben, igazából nem egy hú, de nagyon kirívó város. Mondhatnám azt, hogy egy ilyen jobb minőségű tucatváros. Biztosan valami izgalmas újdonság a gyógyítás terén. Előfordulhat. Hát van igazából egy pár órátok, mielőtt lemegy a nap, nagyjából egy ilyen 3-4 óra. De mennyivel hamarabb érkeztünk ide, srácok? Holnap fog megérkezni a Game Manu a városba. Legalábbis a tervek szerint. Akkor menjünk el abba a kocsmába, amit a címester is adott. Jó. Ez a döglött macskás fogadó. És akkor esetleg mondjuk szálljunk meg, aztán utána meglátjuk. Megkerestünk neked bárdot. Meg neked is. Ha nincs, akkor leszünk mi. Oh yeah, igen. Legjobb. Ja. Ha meg Vimo, te kosztál? Én, de soha. Jó, rendben, hát elmentek a fogadóba. Nagyon kis lakályosan van berendezve, nem az a tipikus fogadó, ami minden városban van, és akkor ilyen tucat bútorokkal, hanem kicsit olyan hangulatú belülről, mint egy vadászkunyhó. Medvebőr van kiterítve a kandalló elé, nagyon kis hangulatos, családias. Vannak ugyanúgy faasztalok, meg faszékek, és tényleg elfér benne azért egy 30-40 ember, de azért a tűz körül ott azért van hintaszék is, ilyen kényelmesebb székek. És hát ugye az egész fogadónak a középpontjában, a kandalló fölött ott van a falra felrakva egy kitömött macska. A macskáról eszembe. Mi lett a vadkannal, már a bőrével, és mi lett a szarvassal, amit elegyítettek a bőrével? Vadkarról sok mindent nem tudok. Az őznek a bőrét, szerintem pedig borzasztó egyszerűen elvitték a kereskedők, úgyhogy... Kár, pedig az jóban el lett volna mindának. Na mindegy. Valamit valamiért ne azon múljék. Vagy hozomány a gyereknek. Rá van bízva. Ja, tényleg. Abszolút. Ha már rólunk nevezték el. Igen. Jaj, tényleg rávették a családot, hogy úgy nevezzék el a gyereket, hogy Bársony Slam Poetry? Kalapács. Bársony Slam Poetry Kalapács. Szóval
Nem, igen, elnevezték rólatok a gyereket. A szegény gyereket én már előre sajnálom, hogy mit fognak kiállni életében. Meg az apuka is ébe belement. Azért ez nem lógna ki a magyar úton népszótárban. Bezzeg medív még mindig nincsen benne. Éppen ezt akartam mondani konkrétan. Konkrétan ezt akartam mondani. Na szóval, igen. Én úgy érzem, hogy ez a macska bámul. De így a lelkembe. Akárhova lépsz is téged néz. Azaz. Te is érzed. Én nem foglalkozok a macskával, én bárdot keresek. Jó, ebben a kis fogadóban nem igazán látsz bárdot. Látsz néhány egész napos munkától megfáradt parasztot, akik itt engedik ki a gőzt. De olyan hú, de nagy duhaj-duhaj nincsen. Mm-hmm. Melyik a legfrekventáltabb területe ennek a helynek? Igazából ott a kandalló környékén ülnek le, és ott iszogatják a bort, és beszélgetnek, mesélnek sztorikat. Te, Slam, akarsz ingyen inni, és jó fejnek tűnni? Én akarok. Hát, mondd, mi kéne? Hát, meséljünk. Ord ez bármikor. Én rágyújtok egy pipára. Az már ilyen rutin kezd lenni. Neked az lesz a feladatod, hogy helyes helyek? Igen, hogy igen, ott voltam, én láttam. Ez menni fog. De a macska alá kell mennünk. De nincs. De hogyha elfordulsz, akkor nem tudod, hogy néz. De akkor is nézni fog. Akkor még ott lesz? De tudod, hogy néz. Igen. De nem látod, hogy hogy néz? Hát néznek. Vagy csak néz. A szemeik néznek. Az, a szemeik néznek ránk. De a lelkembe hatol. A lelketekben. A lelketek is külön? Ne, ez egy eléggé komplex teológiai kérdés, vallása válogatja. De általában meg szoktunk abba egyezni, hogy mindenkinek eldönti, hogy ő hogy szeretné. Én szeretek vele egyesülni. Oké. Okay. Én nem erre a történetre gondoltam. Egy 18-as. De ha kiteszed, csak ide. Csak pánszexualitás. Csak a lelkik egyesül. Szóval, nem baj. Rázd le magadról ezt a furcsa kételyt, mert az a legjobb hely a mesére. Ott a macska alatt? A macska alatt. Meg ott meleg is van. Jó. Lehet, hogy a macska az izzad és menekülni akar, és így azért néz a szemedre, hogy mentsed meg. Én erre dobok egy értelmet, jó? Jó, nyugodtan. Aha. Szerintem fogja benne ért. Szóval annyit látsz, hogy a jobb oldal az így elindul előre. Megyek. Én is. A kárha fele megyünk, vagy ezért? Hát oda a macskához, igen. Jó. Csak amikor odaérünk, akkor látod, hogy a jobb kéz az így felnyúl, és így megragadja a cicát. Persze, az italt meg majd én hozom. Oda megyek a pulthoz, és akkor kérek. Szóval én a macskáról szóval meg van győződve, hogy a macska, hogy menekülni akar, szóval hogy gondoskodik arra, hogy segítsen, szóval ki akarom a***ni az ablakon. Nem. Igyekszem meggátolni ebben. Jó, hát erre én csak inni jöttem. Tőled egy rátermeltség, próbál tőled egy reflex. És aládobok? Igen. Jó. Miért van egy olyan érzésem, hogy ő aládobott, én nem? 57 és 60 a reflex. Ez jó. Az azt jelenti, hogy 3 a különbség, az fölfelé kerekedve egy egyes nehézségi szint gyakorlatilag. Tök jó, az király. És én rátermeltséget dobok? Aha. Miért nem dobok reflexen? Nem ilyen te? Nem baj, ez kevésbé nem lenne meg. Nem, legalább annyi. Figyelj, az biztos, hogy mellé megy, mert 60-as a rátermettségem, szóval... Szóval lényeg az, hogy ízít, hogy poetry, az így azonnal rácsap, ahogy látja, hogy emelkedik a kezed, ő már azon tudja, hogy mit szeretné, és akkor így pap. Majd amikor nem figyel senki. Emberek, ki akar inni? Azonnal ott körületetek mindenki elkezd... És történetet hallani. Inni! Is! Páran azért ízint szeretnék történetet hallani, mert errefelé az ogárok azért nem mindennaposak, és tudják az emberek az ogárokról, hogy azért ők sokféle történetet ismernek, nem mindig jókat, de sokfélét. Úgyhogy igazából én előadom azt a tragédiát, amit az úton megírtam. Jó, rendben. Szónokolva énekelve, beatboxon adni? Nem. Jó. Jó, rendben. Akkor igazából csak egy művészet csekket dobjatok mindenketten, lássuk, mennyire lett jó
az előadás. Ugye szeretnék most már 80 alatt dobni egyszer. Most már menj a francba. Jó, hát akkor van valami zenei aláfestés, ami nem igazán passzol a te stílusodhoz, már úgy mások az érdeklődési köreitek, úgy látszik. Szerintem időközben szólok is, inkább visszhangolsz. Ő akciójelenethez ad zenét, te meg még berámát mesélsz. És akkor poetry elkezdi mondani a történetet, a tragédiát. Két kereskedőről, akik átvágnak a vérorkok, illetve a likantrópiával szenvedő orkok által lakott erdőn, és megtámadja őket egy medve, azt hiszem a sztoriban is medve maradt, és megeszi őket. Uh-huh. Ez egy tragédia. Teljesen oda vannak egyébként a parasztok, hogy milyen jó ízű történet, mennyire jó van, hogy voltam meg. A Pista is így járt, a Pista nem is ették meg a medvét, de majdnem! Leveszem a cipőmet és így leteszem elé, mert nincsen kalapom. Nekem van kalapom. Ó, köszi! Odaadom a fűkalapomat. Leteszem a kalapot. Jó, igazából nem is emlékszem, nincs váltópénz, arany van. Most annyi. Ja. Jó, hát igazából... Mindenütt ilyen helyi akármik vannak, ez így. De csak ilyen káosz, tehát így. Gombot. Káosz, ez nagyjából igen. Nemes fém értéke van, ahol azt fogadják el. Ja. Hát akkor igazából kaptok egy aranyat, meg pár ilyen kis vizé valamit, ami ott nálatok ez nem túl gyakori, nem igazán szokták fizetőeszköznek használni, de itt a környéken úgy látszik, hogy elfogadják. Hát mondom, hogy most egy kicsit szünetet tartunk, és hamarosan visszajönünk egy vadonatúj történettel, ami nem tragédia lesz, hanem egy história. Yeeeey! Menjünk inni. Mi? Menjünk inni. Ja, megyünk. Én már közben leittem egy bort. Jó, oké, nem. Eközben te kicsit gyorsabban végeztél a dolgoddal, mint ahogy az tervező volt, és megérkezem a faluba, és hát ugye hol lehet a legtöbb pénz, meg a legtöbb dolgot találni, meg hol vannak emberek, meg amúgy is azt mondta a cégvezető, hogy menjél be a fogadóba. Halocicásba! Így bemész a halocicásba. Úgyhogy amikor kinyílik az ajtó és belépsz, akkor éppen azt látod, hogy egy kétfejű ogár fejez be egy történetet és lecsapja a gyíklénynek a kalapját. Igazából senki nem lepődik meg rajtuk, mert mindenfelé vannak furcsa szerzetek. És egyből elkezdenek kalapozni, meg látod, hogy mennek iszogatni egy kicsit. Tempó, iszkiri, tempó, iszkiri, tempó! Istenem. Már hova? Tudod, hogy egy kétfejű ogára és egy gyíklénnyel van dolgot. És a nevét tudjuk? Egyébként a Game of Thrones-t keresünk. Hát először úgy volt, hogy kutyulú lesz, de végül Nabukodonozor lett. Nabu. Nabu. Ti nem lenni Nabu. Na igen, szóval... Közben Slam már elbújt itt a szégyenben. Tiéd a teljes test. Egy fej ogár lettél. Yeah, megszabadultam végre. Szóval, Nabukodonozor mit tervez csinálni? Nabukodonozor körbe kívánja lopakodni az egész kocsmát. És mielőtt oda menne, úgy egyrészt megfigyelné, hogy ki kell van dolga, másrészt meg azért megpróbálna még én jó. Mindenkit kizsebelni, aki úgy szembe jön. Jó, nektek azért föltűnik, hogy egy gényvonó lépett be a fogadóba. Mégiscsak egy ember lakta faluban vagyunk. Bocs, erre úgy reagálnak kicsit, mint mondjuk az ilyen 1800-900-es évek Amerikájában, amikor a néger belépett az teljes fehérekkel levő kávézó, vagy mindenki hozzányúl az összes értékéhez rögtön. Nem, mert a legtöbb parasztnak föl sem tűnt, hogy egy gényvonó lépett be, mert ugye veletek vannak elfoglalva háttal az ajtónak. Ugye ti vagytok a figyelem középpontjában, ti azért látjátok azonnal. Ráadásul a game manók azok annyira nincsenek elterjedve, nagyon sokan nem is hallottak róluk. Igen, ráadásul a név alapján azt gondolná mindenki, hogy full gennyesek, de nem. Tehát, hogy ez egy... ő kifejezetten, ha már itt tartunk, hogy úgy nagyjából el tudjátok képzelni a karaktert, 38,76 cm magas. És 5,3 kg súlyú. Elfér között, a fejtek között. Simán. És 3 éves, tehát ez mondjuk pont nem látszik rajta. Annyira szőrtelenek ezek a kis jószágok, hogy még szemöldökük sincs, tehát így semmi ilyesmi egyáltalán. Nagy szemek, nagy fülek,
és mindenféle rongyokban vannak öltözve. Amit találtak és loptak. Igen, hát hogy magára teker és ott marad. Tehát, viszont minden egyes öltözett ruhát maximum egy évig tudnak használni, mert a párzási időszak, ami, milyen évszak van most? Na most ezért ilyen késeny nyár. Késeny nyár, jó. Akkor még van egy-két hónap a párzási időszakig, tehát nem kezd el gennyezni meg minden, mert utána ugye, leveszi és az úgy megkeményedik annyira, hogy nem lehet visszavenni. Szóval, ja. De ezen kívül ugye így semmi.